Nemrég még úgy volt, hogy nem játszhatsz az utánpótlás válogatottban a FIFA szabályzat miatt, de aztán ez módosult, és hát itt vagy, bemutatkoztál az U21-es válogatottban. Hogy érzed, tudtál bizonyítani az első mérkőzésen Gera Zoltánnak csereként beállva? Hát igen, amikor megtudtam, hogy ugye módosult ez a szabály, és ha úgy van, akkor be tud hívni mester a válogatottba, akkor nagyon megörültem neki, és igyekeztem minden meccsen jó teljesítményt nyújtani, hogy meg tudjam kapni a lehetőséget, és hála Istennek meg is kaptam. Igyekeztem ezzel élni, ugye most is úgy volt még, hogy lehet, hogy nem tudok játszani most az orosz meccsen, oroszok ellen, de hála jó Istennek megjött időbe az engedély, és így be is tudtam mutatkozni. Gera Zoltán a múltkor arról beszélt, mielőtt elmaradt a szlovénok elleni mérkőzés, hogy végre meg tudnak téged is nézni. Aztán elmaradt a meccs, és ma tudott megnézni a kapitány. Hogy érezted, milyen teljesítmény nyújtottál a pályán? Tudtál-e neki bizonyítani? Először is köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy igen, ugye jól sikerült, mind nekem, mind a csapat számára. Ugye úgy gondolom, hogy több helyzetet is alakítottunk ki, mint ők. Szerintem ez volt az első olyan mérkőzésünk, ahol tényleg tudtunk dominálni, és szerintem pont jókor is jött, szüksége volt rá a csapatnak. Ugye a te 11-eseddel szereztük meg a vezetést. Amikor odaálltál, akkor tudtad-e, hogy hova lövöd? Mert úgy látszik, hogy nagyon kicentiszted, és kevésen múlt, hogy az bement végül a hálóba. Alapvetően, ugye amikor odaálltam, akkor középre szerettem volna, mert láttam, hogy nagyon mozog a kapus, de amikor elindultam, akkor ott maradt középen. Így gondoltam, a szélét fogom választani, de szerencsére jól sült el. Esetleg itt a mérkőzés után Gera Zoltán tudtál-e már Gera Zoltánnal néhány szót váltani arról, hogy sikerült a bemutatkozás az ő szemszögéből? Igen, váltottam vele néhány szót. Gratulált ugye nekem is, az egész csapatnak is, ugye gratulált, hogy be tudtam mutatkozni. Próbáltam a tőlem telhetőt megtenni, hogy segítsek a csapaton. Ugye volt helyzetem is, azt sajnos nem tudtam berúgni, de úgy gondolom, hogy kell folytassuk ezt a munkát, amit végeztünk a héten is, és akkor úgy gondolom, hogy jó eredményeket fogunk tudni elérni. Ez volt az első győzelme a válogatottnak, pont a főpróbán, szóval a legjobbkor. Érezted, hogy felszabadultak vagytok az öltözőben? Igen, felszabadultak voltunk, de ez nem volt egy ilyen lazaság, ugye nem ment át lazaságban, nem végig koncentráltunk, szerintem ez érződött idáig az edzőtáboron is, szóval szerintem jó úton haladunk. Úgy gondolom, ugye ez egy hét alapján, amit a többiekkel töltöttem és a csapattal, hogy nagyon össze van szokva a csapat, nagyon jó a légkör, a hangulat a csapaton belül, és úgy gondolom, hogy mindenki nagy önbizalommal és bizonyítási vággyal fog menni az Európa-bajnokságra. Mennyire volt hatással rátok a tegnapi felnőttválogatott siker, hogy kijutottak az Európa-bajnokságra? Abszolút pozitív hatása volt, szóval ha tegnap ők ezt meg tudták csinálni, akkor szerintem mi is tartoztunk annyival az országnak, hogy végre meglegyen az első győzelmünk. Mert ugye csere voltál, de hallgattad a himnuszt, a magyar himnuszt, ez különleges pillanat volt az életedben? Hát igen. Ugye 10 évesen már átkerültem Magyarországra focizni, és megmondom őszintén minden, vagyis nem minden, de egyik nagy álmom az volt, hogy magamra húzhassam a címeres mezt, és ugye ez korosztályokban ha sokszor nem jöhetett létre, ugye szabály miatt is, vagy mikor mi volt, de most hála jó Istennek ez is bekövetkezett, és nagyon, nagyon boldog voltam, amikor hallottam a himnuszt.